Napjaink című közéleti magazinunkkal folytatódik az este. Köszöntöm most csatlakozó nézőinket! Vajon helyese az irány Bolyban? Már is érkezik hozzánk Bolyváros polgármestere, akit vezetési praktikákról és személyzeti politikájáról is faggatunk. Helyi politikai iránytű következik. Helyese az irány Bolyban? Ez az alapkérdés, erről fogok beszélgetni Hás József polgármester úrral. Előzetesen annyit, hogy vélhetően helyes, mert hogy nem az előző ciklusokat, az ezt követő önkormányzati választások mindig visszaigazolták. Egy szóval Hás József polgármester urat és a testületeket nagyon komoly támogatásáról biztosította a lakosság. Polgármester úr, összességében ön hogy érzi, helyese az irány Bolyban? Hát nagyon sokat változott az önkormányzatiság 90 óta, és valószínű, hogy az utóbbi 4 évben azért nagy változások vannak, amit azért valahogyan helyre kellett tenni magunkban is. Ugye nagyon sok feladatkör átruházódott, nem az önkormányzat látja el, járáshoz került el, okmányiroda jött Bolyban, stb. És hát természetesen az oktatásban is egy nagy változás volt, hisz ugye az önkormányzat ugyan tulajdonosa maradt az intézménynek, de gyakorlatilag a fenntartói jogok azok vagy átkerültek a Klikhez, vagy átkerültek a szakképzési centrumhoz, illetve hát azon belül is most volt változás, hogy a Bolyi óvodát és a Bolyi általános iskolát a Bolyi Német Önkormányzat működteti, tehát ehhez át kellett alkalmazkodni kellett, és hát természetesen ezernyi változás volt még. Úgy gondolom, hogy ezekhez megpróbáltunk alkalmazkodni, új szoftverek, új előírások, új pénzügyi elszámolási rend, tehát nagyon sok mindenhez kellett igazodnunk. Természetesen ez mind gonddal járt, meg alapvetően feladattal, de a végeredményt azt úgy látom, hogy egyrészt nőtt a szolgáltatás színvonala, hisz helybe jött a járás, helybe jött az okmányiroda, tehát nagyon sok plusz szolgáltatás jött, másrészt pedig természetesen levettek rólunk egy csomó gondot, de azért a gond megmaradt nekünk. Úgy tartják, hogy a Bolyi önkormányzat maga a városháza is jól lovagolja meg általában a hullámokat, ezekre a változásokra hamar tud reagálni. Ehhez persze kell egy tapasztalt apparátus is, és hát ott az a friss lehellet, a friss szél, mondjuk egy fiatal jegyzővel és a hivatalon belül is fiatal munkatársokkal. Egy ilyen jó kis koktél, egy jó kis elegy van így kialakulóban? Igen, hát én úgy gondolom, hogy az önkormányzatiság az utóbbi évben arról állt, hogy a meglevő adottságok, illetve az új jogszabályok között hogy lehet a legjobb variációt meghozni, hisz természetesen a jogszabály az egy keretet ad, azon belül sokféleképpen lehet erre reagálni. Nagyon komoly sakjátszmák folynak folyamatosan? Igen, tehát sakjátszmák, hát igen, tehát vannak szabályok, amiket a sakjátszmában be kell tartani, és hát természetesen vannak olyan lehetőségek, amelyek az út vonalat, meg a cél elérését sokféleképpen meg lehet oldani. Hát úgy gondolom, hogy erre próbálunk mi reagálni, és hát ugye ezt pályázatok segítik, stb. Stb. De én úgy gondolom, hogy igen, tehát ha nem is sakmátszának mondanám, mert nem ilyen egyértelmű, hogy egy sakmatra kell menni, de egy jó kis verseny talán a lehetőségekkel és az adottságokkal. Nézzük a nagy változásokat, kistérségi szintről eljutottunk a járási szintre. Emlékszem még azokra a mohácsi ülésekre, amelyeket javarészt Szekó József akkori elnök vezetett, ott ült ön mellettem, mint alelnök helyettese, és hát gyakorlatilag ott is egy nagyon komoly együttműködés, egy nagyon komoly pozícionálás folyt kistérségi szinten. Ez a járási szinten is megmaradt, mondjuk kisebb csapattal, de ugyanúgy a közvetlen önkormányzatokat összefogva egy jó kis közösséget alkotnak a polgármesterek? Hát azért ez érdekes, mert ugye ez gyakorlatilag megszűnt, ezek az önkormányzati társulások. Helyette ugye lehet bármiféle kapcsolatrendszer, de nem felülről támogatott, és gyakorlatilag most is működik, természetesen a most már járás szinten az önkormányzatokkal sokszor találkozunk, sok társulásunk van, együttműködésünk van, az orvosi ügyelettől kezdve, stb., amiket most kell megszavaznunk, az egészségügy, a szociális ellátás, stb., de természetesen egy más típusú dolog lett, hisz most már ezeknek a társulásoknak nincsenek plusz forrásai, tehát ezt, ha valami forrás van, azt nekünk kell előteremteni.
ezekre a programokra, és hát úgy gondolom, hogy ez működik természetesen. Egy picit visszaesett, ha bár úgy gondolom, hogy ennek most itt az ideje, hogy ezt erősítjük, sük, mert sok olyan dolgot viszont meg tudtunk ebben oldani, mondjuk legegyszerűbb a agglomerációs pályázatunk, ahol mostan 9 településnek a szennyvízrendszerét tudtuk megoldani. Tehát működik ez a dolog, csak már nem abban a formációban, ami az elmúlt 20 éve volt jellemző. Tehát adott projektekre, adott programokra állnak össze, és próbálnak együtt eredményesek lenni. Egy nagyon jó gondolkodó csapat itt, hát ki ismer itt a térség polgármestereit, tudhatja, hogy nagyon sok ciklust megélt polgármesterekről beszélünk, akik beleedződtek, mind az acél gyakorlatilag a tűzben ebbe a munkába. Hát így igaz, természetesen kell hozzá mindenkinek az ötlete és a mindenkinek a pozitív hozzáállása ahhoz, hogy ezek a programok tudjanak működni. Tehát én bízom is benne, hogy ez továbbra is így fog menni, mert mindig el szoktam mondani, hogy önállóan, egyedül sok mindent lehet csinálni, de sosem lehet belőle győztesen kikerülni, tehát együttműködve kell gyakorlatilag mindent megoldani. Ez sok mindenre vonatkozik természetesen. Persze vannak helyi adottságok, mert mondjuk Bolyban van termálvíz, és a többi településen ez a variáció nincs, de ugye mindig azt mondom, hogy a Bolyi Ipari Park az szívja föl az egész járásnak a munkaerő feleslegét, vagy a munkaerőt hiányt szüntesse meg, vagy lépjen ebbe, koncentráljuk, hogyha lehetséges, és hát ez gyakorlatilag működik is, csak mondok egy ilyen adatot, hogy természetesen a Bolyi Ipari Parkban Bolyi önkormányzat szokott beruházni nagy részt, ugye a vállalkozókon kívül, és a körülbelül ott levő, immár 1300 dolgozónak körülbelül a 30% a Bolyi. Tehát természetesen ezzel segítettük a térségnek az együttműködését. Ott volt ön a Borjádi tejüzem átadón, és már onnan sietett is Mohácsra, mert hogy nem a Modern Falvak Program kormány biztosa érkezett, Gyopáros Alp pár, aki bejelentette a program lényegét, annak lényeges elemeit, és természetesen ön is ott akart lenni, meg annyi polgármesterrel karöltve. Milyen lehetőségek vannak ebben a programban? Újra profitálhat-e? Újra fölállhat-e egy ilyen jó kis hullámra Bolyi ebben a programban? Hát, természetesen megnéztük akkor, meghallgattuk, utána pedig ugye a közlönyben, meg egyéb helyeken megjelent forrásokból megnéztük, hogy alapvetően melyik azok a célcsoportok, hiszem 11 irány van, amit most meghatároztak, amiben egyáltalán belefér Bolyi. Hát ugye, utána Magyarországon ez 2800 települést érint, ugye 5000 lakós alatti település, úgyhogy az az összeg, amelyet ebben az évben tudnak ráfordítani, ezt mindig kihangsúlyozzák, hogy ez csak egy induló év, ez valószínűleg kevés, főleg, hogy 50%-át út és belterületi út javításra, járdajavításra kívánják fordítani. Ez azóta most már nagyon sok mindenben változott, természetesen készülünk rá, és ugye várjuk, hogy megjelenjen, ezt február közepe végére ígérték a tényleges kiírásokat, akkor lehet megtudni, hogy ki, hogyan, miként fér bele, hisz hol vannak azok az összeghatárok, és hol vannak azok a lehetőségek, ahol Bolyi befér, nem. Nem árulok el titkot, mi 8 programba akarunk indulni, ebből a 8, természetesen biztosak vagyunk benne, hogy majd ezt ütemezni kell, meg biztos, hogy nem fogunk tudni mindenben nyerni, meg nem is ez a lényeg, de alapvetően a lehetőség, tehát azt vizsgáltuk meg, hogy ez a meghirdetett programcsomag milyen lehetőségeket kínál Bolyiba, és hol vannak kapcsolódási pontok, és hol vannak olyan dolgok, amelyeket mi alapvetően ebben ki tudunk használni. Várjuk a vírást. Érdekessége ennek a dolognak, hogy ahogy mondta is polgármester úr, hogy a 11-ből közel 8-ban már gondolkodnak, ugyanez volt a TOP-nál is, tehát amikor a megyei nagy forrás megnyílt, és annak az ablakait lehetett látni, hogy mire lehet majd pályázni, Bolyi egyből startolt, és gyakorlatilag amire lehetett, oda tette a pályázatát, és le is hívta a forrásokat. Ha itt valaki késlekedik, akár 1-2 hónapot, le lehet sok mindenről maradni? Ja, biztos, hogy hátrányba kerül, hogyha valaki évek után megy. Természetesen miután ezt többször fogják kiírni, valószínű, hogy ezeket a célokat, több éves program ez, tehát valószínű, hogy be lehet férni ebben még bőven, és nem muszáj az elsőbe, de természetesen aki elől van, és ugye egy döntési mechanizmusban az elején oda kerül, annak mindig nagyobb az esélye.
Ha azt nézzük, hogy helyes-e az irány, és akkor nézzük a személyi feltételeket, a Városházáról ejtettünk szót, és a fiatal edző, és aki gyakorlatilag az önkiválasztottja volt, és hát korábban már ön mellett nevelkedett, meg annyi pályázati projektet vitt, és nagyon tapasztalt. Gyakorlatilag a Városházán lévő munkatársakkal évtizedek óta együtt dolgozik, tehát ott nincs kétség. Az intézmények élén, én úgy látom, bolyban elég régóta egy állandóság figyelhető meg, általában nem jellemző az, mint más településeken, hogy váltogatják folyamatosan az intézményvezetőket. Az első kiválasztása helyes, akkor valaki nagyon sokáig be tudja tölteni a pozícióját. Persze hibázni nem lehet. Mi az ön fő értékmérője, mi alapján dönt egy személyi kérdésben? Hát nem én döntök, csak ritkán. Természetesen egy szavazata van. Egy szavazatom nekem is van természetesen, általában testületi kinevezések ezek, és úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent mérlegeltünk, és hát természetesen elég jól megfogalmaztuk a intézményvezetőkkel az elvárást, és nagyon sokat egyeztetünk, tehát egy intézményvezető nálunk nem maradott, hogy megkapott egy intézményt, és akkor próbálottan a saját elképzelése szerint menni, mindig tudnak adni neki segítséget, tanácsot, forrásokat, legfőbb célokat. Hát most is egy költségvetés készítés van, annak ellenére, hogy gyakorlatilag az önkormányzatnak alig van intézménye, hisz ugye az óvoda az már nem a mi fenntartásunkban van, az iskola sem ott van, a társulásként működik a gondozási központ és a meg annyi szociális program, és hát ugye több kistérségi feladatot is ellátunk, de ennek ellenére teljesen ott vagyunk, koordináljuk, és megpróbáljuk a maximális tárgyi és technikai lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy egy intézményvezető természetesen a saját kollégáival fölépítve jól tudja azt az intézményt üzemeltetni, működtetni. Általában azt látom, hogy az intézmények azok, ha nem is nálunk vannak, akkor is gyakorlatilag csúcson járnak, maximális kihasználtsággal működnek, minden létszám, stb. Hisz ugye azért csak-csak adunk nekik információkat, hogyan lehet, mik vannak, mik az új jogszabályok, és most viszont a könnyebb dolgunk van a tervezésnél, ami nem biztos, hogy túl jó, hisz már júliusban eldől a költségvetés, és ugye most januárban volt egy hatalmas, idézőben hatalmas, mert 8% béremelés, de mondjuk az a 8% azért megjelenik, és hogyha hiába voltunk fölötte a minimál bérnek, meg stb. Azért mindenki úgy gondolja, hogy az a 8% neki is dukál, és mi azon is vagyunk, hogy a dolgozóinknak ezt a 7-8-10% körüli béremelést megtegyük, amit ugye júliusban nem tudtak a kormánynál eldönteni, és ennek nem látjuk még egyelőre, hogy ehhez kapunk-e valami plusz forrást, vagy nem kapunk plusz forrást. De hát én úgy gondolom, hogy a rendszer jól működik, viszont a tényleg kiegyensúlyozott és stabil. Természetesen nálunk is van fluktuáció, dolgozók jönnek, mennek egyéb, de bízunk benne, hogy ezt a jelenlegi viszonylagos stabil működési szintet továbbra is tudjuk tartani közösen. Ön dolgozó barát? Nem tudom, hogy mire a kérdés, de úgy gondolom, hogy... Tehát mondjuk egy konfliktus helyzetben is akár a dolgozó mellé áll inkább, vagy próbálja a vezető szemszögéből nézni a dolgokat? Mind a két oldalt kell vizsgálni, soha nem lehet egyet vizsgálni. Tehát kompromisszumra kell törekedni. Természetesen sok mindent hallottam már, hogy ezt nem szeretem, azt nem támogatom, stb. Ez nem egészen így van, meg kell találni az összhangot, tehát természetesen tudom, hogy jó lenne, mindenki jót akar, de a jó az természetesen sok oldalról megközelíthető. Kompromisszum kész? Tehát, hogyha van egy álláspontja és megpróbálják meggyőzni a másik oldalról, akkor belemegy ebbe a játékba, hogy esetleg meggyőzhessék? Hát, hogyha logikus, belemegyek, hogyne, hogyha olyan az a javaslat, ami kezelhető, működőképes, alapvetően hosszú távon is pozitív előnyöket biztosít, hát hogy ne. Tehát nem konok feltétlenül. Hát remélem nem. Remélem nem. No, nézzünk egy nagy beruházást, a sok közül az óvoda beruházásáról beszéljünk. Hát mint a gomba a földből úgy néz ki ez a növekedés így az elmúlt hetekben, hónapokban. Gyakorlatilag ma holnap beköltöznek az óvodások, de most annál a stádiumnál tartunk, hogy éppen vakolatot és annak a minőségét próbálják eldönteni, illetve a színekben már játszanak, hogy milyen helyiségben és egyáltalán milyen felületeken, milyen színek jelenjenek meg. Az egy jó dolog már, amikor ebbe lehet gondolkodni. Hát igen, ma volt egy kooperáció, ahol a kivitelező, műszaki ellenőr tervező és természetesen a végén a működtetők, óvónők és a beruházó együtt volt, és
Természetesen megpróbáltuk az előttünk álló pluszokat, mínuszokat és a változásokat is betenni, hisz azért a elkészült tervhez képest és ezért több minden változás történt, amik új jogszabályok jöttek, de csak apróságokat mondok, hogy tudom, akadálymentesítésnek 100%-ban meg kell felelnünk. Természetesen voltak műszaki kérések, hogy óvodá igényekhez igazodjunk, és akkor mostan ne csak kis vécék, hanem piszoárok legyenek. Természetesen az óvónok jöttek, hogy nem volt betervezve a klíma, de legalább alapszereljük le, hogy jönnek a nagy nyári forróságok, akkor azért a foglalkoztatókban klíma legyen. Ennek meg kell a technikai részét most meg kell, úgynevezett alapcsövezést vagy egyebet meg kell csinálni, hisz ha egyszer elkészül és le van vakolva már, akkor nem szívesen szeretnénk bántani ezt. És hát ugye egy célt tűztünk ki, a cél az, hogy protokoll átadás augusztus 20, és előtte gyakorlatilag egy hónappal egy műszaki átadást kell, ha nem is leszünk 100% kész, mert még kerítés, meg stb. Ilyen munkálatok lesznek, tehát most visszafelé programoztuk az építkezést, és hát ehhez meg kell dönteni valóban burkolatokat, színeket, egyebeket, mert be kell szerezni anyagokat. Nem van egyszerű, hogy ez azonnal megy. Vannak 8-10 hetes, 15 hetes átfutású anyagok, és ugye mi másképp nézzük, természetesen mi beruházói szemben nézzük, mi az a cél, hogy készen legyen az épület, az óvónő meg azt nézi, hogy lesz-e, mit tudom, fogas, meg öltözőszekrény, meg stb. Az amire mi ugye egyrészt nincs is a költségvetésben, másrészt pedig ugye erre meg kell találnunk a forrásokat, beszerzést, méreteket pontosítani, stb. Hisz ugye többsége azért egyedi méret lesz, és nem pedig bemegyek a boltba és megveszem. Még egy novum lesz ennek az épületnek, mégpedig mi szerencse, hogy van egy betoncserépgyártó cég Bolyvárosában, és a Terrán egy igen jelentős felajánlást tett, azt hiszem, hogy erős ildomos kicsit szót ejtenünk. Hát igen, természetesen ugye az energetika az a szívem csücske, szívemnek egyik csücskéje, tehát itt is ugye megkerestük a Terránt, hisz ugye egy nagyon innovatív termékük van, a cserébe bele illesztett napelem, és hát ugye ennek a próbagyártása meg az engedélyezése gyakorlatilag már megtörtént, és hát úgy gondoljuk, hogy akkor Bolyban legyen egy első középületen levő referencia, egy több mint 20 kW-os napelem kerül föl, ami olyan cserépbe épített napelem, hogy ezért természetesen meg kellett változtatnunk a cserép fedését, a színeket is hozzá kellett illeszteni, ezt hozzá kell illeszteni a homlokzati színhez, tehát azért vannak kompromisszumok természetesen, na de végül is a nyugati oldalra főkerül egy 20 kW-os napelem egység, ami ugye sok-sok cseréből áll, amelyek egy új rendszernek, innovatív terméknek lesznek az első eredményei, és ennek is természetesen meg kellett módosítani a villamostervet, EON engedélyt, stb. Hát vannak ennek vonzatai, de ugye gyakorlatilag most arról beszéltünk, hogy gyakorlatilag lehet cserepezni, ahogy a időjárás megengedi, és akkor mindjárt beüzemelni és megszerkni ezt a napelemet is. Köszönjük a Terránnak, hogy partner volt ebbe, nagyon örülünk annak, hogy egy Bolyi terméket akkor itt Bolyban mutatunk be elsőként igazán nagyba, és egy olyan középületen, amit ugye egyrészt látogatható, meg referenciaként bemutatható, meg hát egy olyan lesz, ami kívülről, mert ugye ez pont a parknak az új bejárata irányából van, ez látható, és remélem, hogy sokan nem is fogják észrevenni, mert ugyanolyan színű lesz, mint a cserép, ugyanaz lesz minden, természetesen a felület azért nem lesz ugyan abszolút homogén, de gyakorlatilag úgy gondolom, hogy nagyon jól fog mutatni, és bízunk benne, hogy ilyen jól is fog működni. Az elhangzottak alapján az irány az helyes továbbra is. Polgármester úr, jobb lábat a gázra, és akkor a kormány továbbra is önnél van. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. A Sokac negyedben él családjával Jaksics György, a Mohácsi Sokac olvasókör tiszteletbeli elnöke, a helyi közösség motorja. Ha Dunai Mosásra, avagy a Sokacba főző fesztiválra gondolnak, akkor bizony az ő következetes szervező munkáját is említenünk kell.
Egy igazi élő busó legendával, a Sokackör tiszteletbeli elnökével, népi iparművész Fafaragóval beszélgetek, Jaksis Györggyel, akinek ez az esztendő, ez igazán nagyon komoly mérföldkő az életében, hiszen az 50. busójárásodra készülsz, ugyebár. Igen, egyszerűen azért is, mert pont 50 éve, ugye akkor igazándiból nem 18, hanem 17 éves voltam, de a sogorom még megengedték, akkor ők egy nagy legendák voltak, a Belán Jóci, Lakatos Józsi, Filákovics István, Kunavszki Lukás, tehát ők voltak akkor azok a nagy, idézőjelben mondom, nagy busok, akiknek én sikerült a csoportjukba bekerülnöm, tudván ugye, hogy a Kunavszki Lukás az a sógorom, ő adta a maszkot is, meg minden, mert akkor még nem faragtam, és hát így lettem az, egyrészt, másrészt meg ugye 10 évvel ezelőtt akkor a kulturális örökségként lett fölterezve a busójárás, és én, mint Sokackör elnöke, az én szignumot is adtam ahhoz, hogy ez fölkerüljön oda, tehát nekem ez igazándiból dupla. Ha már a nagy ünnepeknél és a nagy kitüntetéseknél tartunk, a nagynyárádi horvát napon, amely egy megyei nap volt, a megye horvátságért tett szolgálataidért, a kultúráért, a nyelvőrzésért kaptál kitüntetést, elismerést, de ezt már előtte pár évvel megkaptad országos szinten is. Mit jelent számodra az, hogy a horvátok ismerik el a munkádat? Hát én úgy érzem, hogy mikor én ezt az egészet fölvállaltam, a Mohácsi horvátságért, a Mohácsi sokadságért, a Kunavszki Jancsi meg a Pálkovics Antal, ők voltak akkor az elnök meg az alelnök, és ők megkértek engem, ugye elkezdődött Mohácson, vissza lett vásárolva az épület, elkezdődött Mohácson egy kis kultúra élet, meg minden, és hát amivel tudták ők, hogy abban az időben én ugye akkor már befejeztem Pécsen a szerb-horvát iskolát, ezek a fiatalok akkor megtudták, hogy én elég jó beszélem horvátul, és megkértek, hogy nem mennék be a Sokackörbe is, igazándiból itt kezdődött nekem nagyon ez a horvátsági élet. Én régóta ismerlek, és hát számodra az elnökség mindig azzal járt, hogy te vitted a munka dandárját. Tehát soha nem akartál protokolláris elnök lenni, hanem mindig szervezni, koordinálni a dolgokat. Így alakultak ki azok a jellegzetes nagy rendezvények Mohácson, mint a Babfőző Fesztivál többek között, a Dunai Mosás, aminek tényleg oda tetted a nevedet amellé, hogy páran azért nagyon nagy segítségedre voltak. Igen, mert igazándiból én, mikor ezt bevállaltam, akkor mindig mondtam, hogy az emberek próbálnak kitalálni, mert ugye én nem vagyok mohácsi származású. Tehát én lentről származom, volt Jugoszláviában, és azért annyira a mohácsi életet én 12 éves korom, de azt is azt kell mondjam, hogy gyerekkoromban átéltem az egészet, és én mindig mondtam az embernek, próbáljatok valamit kitalálni, vagy valami olyasmiről beszéljünk, ami valamikor volt. Hát így a Babfőző Fesztivál az igazándiból a Filákovics Laci, a Sümegi Imre és a Bosnyák Matyi, ők a megvásárlás után festették az épületet, ugye amikor megkaptunk, festettek az épületet, és a tojás rántottát, meg nem tudom miket csináltak, és akkor a Filákovics Laci az mondja, hát kellene valami újat csinálni, hát próbáljunk. Hát miért nem főzünk agyagedénybe babot? És igazándiból az ilyen egyszerű módon indult el az egész. Hány éve volt ez? Már több mint 26. Tehát nagyon régen. Hagyományjá és vált. Nagyon hagyományjá vált, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg itt már voltak Szegedről szakácsmesterek, tehát nem akárki, szakácsmesterek, hogy eljöttek. Itt voltak Pestről, itt voltak Szegedről, nem is tudnám már tényleg elmondani, hogy honnan nem voltak az ember. Természetesen Horvátországban van egy olyan német csoport nekem minden évben, akik eljönnek, és mindig azt mondják, Jaksik úr, a maga edényében. Most már úgy csinálom, hogy nekik külön egy edényt főzök, és ők azért csak eljönnek, hogy ezt az egy tányér babot megjegyedek. A Dunai Mosás hogy élet újra, hiszen egy koron azért lejártak a sokácok a Dunára mosni, ezt újra kellett éleszteni. Igen, az orosz ágé, mi csak úgy hívjuk, hogy orosz név, az orosz ágé az Kővári, másképpen Kővári ágé a neve neki. Ő egyszer szintén, ugye, mert ők is benn vannak a kórusban, ott énekelgetek meg minden, és ők még a mai napig rendszeresen lejártak a lányokkal a szőnyegeket, az ilyen régi szőnyegeket mosni.
Azt mondja, miért nem lehetne ebből is csinálni valamit? Hát mondom, jó van, Jányó, hát most legyen valami. Hát ugye eltelt egy év, eltelt két év, egyszer csak azt mondja, Gyuri, nem csináljátok? Hát mondom, megmondom őszintén, én nem akartam belekotnyeleskedni, te ezt fölveteted, én azt hittem, ti akarjátok, mint a Laci, meg a Bosnyák Matyék, hogy el kell. Nem, azt mondja, ő mint ötletként csak fölvetette, és hát következő évben akkor összehívtunk megint a vezetőséget, taggyűlés elé terjesztettünk, mert ugye nálunk azért tényleg, ahogy lehet mondani, hát próbálunk a demokrácián, mert hiszen így tudjuk embereket magunk mellé vonni, hogy mindjárt az indulásnál már megkérdezzük őket. Azt mondták, hát miért ne? Hát ez jó buli lenne. Ugye első alkalommal, akkor hát szűk baráti körbe próbáltunk ugye a Fila tanár úrnak a Mohács néptánc csoportot, a Darázat Istvánt megkértünk, hogy ő is jön, ő is elhozta a tánccsoportját, akkor már volt a Sokackörben, volt egy kis gyerek tánccsoport, már mi is, mint felnőttek is már tettünk-vettünk ottan, és hát akkor mondtunk, hát legyen az óvoda is ott, akkor eljött az óvoda is a gyerekekkel fölvonulni, és akkor ilyen tényleg nagyon ilyen zárt körbe próbáltuk, és olyan 200-250 népi táncos volt, aki végigvonult 3-4 zenekaron, és úgy láttunk, hogy az emberek ezt megkedvelték, és hát bizony ez is már idén, jobban van, tavaly volt már 10. éve. 20 esztendővel, amit eltöltöttél a Sokackör élén, mire vagy a legbüszkébb? Mi az, ami benned a legmélyebb nyomot hagyta? Hát, ha azt mondom, nekem minden egyes perc, mert én mindig is mondtam, hogy nekem a Sokackör az a második családom. Lehet, hogy ez furcsán hangzik, de ott tényleg, ha az ember belegondol, ott van a nagypapa, a gyerekei, az unokái. Tehát ott mindenki, minden... Ott minden, a család. Ott a család. Mindenkinek majdnem a családja ott van. És ami volt, ugye, mert minden évben azért szoktunk, mert az asszonykák azért sokszor nélkülöznek minket. Ide kell menni cipelni, oda kell menni, ezt azt, amaz kell csinálni. Akkor minden évben megcsináltunk az, nálam kint a szőlőben, hogy meghívtuk a táncsoport tagjait, a családját, és akkor az asszonykák a gyerekekkel, ugye, mert megint mi... Egy kárpótlási vacsorára? Kárpótlási, nem, egész napos. Egész napos volt ott főztünk, sütöttünk, és az asszonykák azok csak a gyerekekkel vigyáztak és lubiszkoltak a medencében. Tehát ezt próbáltunk ki. És az Kapcsa Krisztiánnak a leányzója, egyszer mentek már hazafele, azt mondja, apu, ez olyan, mint egy nagy család. Nem, olyan, mint egy család. Megyünk tovább, hátra nézett a kislány, hát ugye rengeteg gyerek, felnőtt minden. Apu, ez olyan, mint egy nagy család. És akkor innentől kezdve mindig azt mondjuk, hát ez egy nagy család. De valóban ez egy nagy család. Folytatva a sort, az elismerések sorában Pro Urbe díjat kaptál a várostól, Mohástól, és az előző választásokkor önkormányzati képviselő lettél, ami szintén egy elismerés, hiszen a lakosság úgy gondolta, hogy ott a helyed a város vezetésében. Fontos dolgok ezek a helyi elismerések is? Hát én azt mondom, talán a helyi az, amikor az ember az emberekkel beszél, és azt mondják, hú, örülök neki, hogy te lettél a képviselő, vagy örülök neki, hogy kaptál próbadíjat, vagy örülök neki, hogy ez sikerült megcsinálni. Szerintem ezek mindig nagyobb elismerése, mert az ember közvetlen kapja mindig vagy a dicséretet, de én azt mondom, hogy inkább a dicséretek. Ez nagyon, én számomra ez nagyon nagy esemény. Asztalos mester vagy, emellett pedig a népi iparművészet mestere is, hiszen fafaragás terén busó kellékeket gyártasz hosszú évek óta, és ezeket minősítetted is minden egyes esztendőben. Fontos ez számodra? Hát igazándiból én ugye a Kalkán Matyi bácsinál, ugyanúgy, mint bármelyik mohácsi, abban az időben mohácsi gyerek, én is ott önállal kezdtem el a faragás, de engem maga az állarc faragás az nem tudott annyira lekötni. Nem tudom, hogy miért, hanem én elkezdtem akkor egy ilyen kis, olyanokat próbáltam csinálni, ami más ember, nem volt a gépei, vagy nem volt lehetősége.
Én elkezdtem akkor kereplőket csinálni, akkor elkezdtem buzogányokat csinálni. Tehát olyasmiket kezdtem el csinálni, ami nem minden ember csinál. És talán, mit mondjak, talán büszke is vagyok arra, hogy én ezt kezdtem el csinálni, mert hiszen ennek a műfajnak nincs sok követője. Nem annyira eladható, nem annyira szép, maga módján, ugye, de én nagyon, nagyon nagy, hogy fejezem ki magamat, nagyon nagy dolgot találok ebbe, mert hiszen próbálom a fának a zerezetét, a fának a formáját próbálom megtalálni benne, és most már nem is annyira a díszítésekre megyek rá, próbáltam már ilyen családokat csinálni, tehát minden egyes nagyságúból 4-5 félét, úgyhogy van nekem a 10 centistől egészen az 1 méter 30-asig, és akkor ezek így szépen be, és amit most újabban rákaptam, az meg kimondottan a fa formákat. Tehát fogok egy darab fát, felébe vágom, a göcsös, gyömöltös, minden széle, kérge rajta van, és azt felszeletelem, és akkor végén valamit kihozok belőle, és most az idei felhozatalom, ha szabad így mondani, ez majdnem csak kimondottan erre mentem rá, hogy ilyeneket gyártsak most. Kitől örököltette ezt a vitalitást, ezt a hatalmas lendületet, ami benned van? Én szerintem nekem a tagság adta ezt. Tehát én szerintem nekem a tagság. Én mindig is aktív voltam, tehát régebben is, még a szocialista, szabad mondani, a szocialista rendszerben ugye kisztag voltam, szocialista brigádban szerepelt, tehát akkor ez volt. Ott már szocialista brigádvezető voltam, tehát nagyon jó emberekkel voltam körbevéve, érdemes volt ezekért az emberekért dolgozni, vagy tevékenykedni. Ugyanígy ez mondom a sokas körön belül is, tehát az ember mindig pozitívat kap. Tehát nagyon, nagyon ritka, nem azt mondom, mert ugye én is tévedhetek, mert ember vagyok, de nagyon ritkán az, amikor egy negatív valamit, de el kell fogadni, mert hiszen így tudunk összecsiszolni. De nekem az emberek adták mindig ezt az ambíciót, hogy hú, akkor még ezt csináljuk, akkor még azt csináljuk, és én ezt szeretem csinálni. Tehát szeretem ezt csinálni. Értelmezzük együtt a világban és idehaza zajló gazdasági és pénzügyi folyamatokat. Ebben lesz segítségünkre Zeller Gyula, közgazdász professzor. Aki nyitott szemmel jár, folyamatosan tapasztalja a változásokat a világrend átrendeződéséről, európai jövőjéről, továbbá a hazai gazdaságpolitikai folyamatokról beszélgetünk a közgazdaságtudományok egyik legismertebb professzorával, dr. Zeller Gyulával, aki ezúttal Pécsváradon fogadta stábunkat. A tanár úr a maga nyíltságával, humorával és őszinteségével beszél a körülöttünk zajló folyamatokról, és hogy lesz-e a 2007-es esztendőhöz hasonló világválság, erre a következőképpen reagál. Hát nem vagyok a Delfi Jósda, tehát nem tudom megmondani, hogy mekkora gond lehet belőle, de én azt gondolom, hogy talán nagyobb lehet a probléma, mint 2007-8-ban. Tehát persze, hogy válság mikor alakul ki, ezt nem nagyon tudjuk előre. Vannak, akik minden hónapra megjósolják. Én mindig azt szoktam mondani a hallgatóimnak is, amit Karintitól loptam, hogy a holnapra hirdetett világvége érdeklődés hiányában elmarad. Tehát sok mindent megtesznek azért gazdaságpolitikusok, hogy egy válságot elkerüljenek. De tény az, hogy egyrészt hát az a kereskedelmi háború, amit Trump elindított Kínával meg a világgal szemben, az komoly gondokat jelent. Tény az, hogy azért a Brexit és ennek a gazdasági problémái sem fogják érintetlenül hagyni biztosan a pénzügyi világot, és tény az, hogy a kínai növekedés valamelyest lassul. Azért ne gyűjtsünk még a kínaiaknak, tehát ez azt jelenti, hogy ilyen 6,4-ről 6,3%-ra lassulnak, de tény, hogy lassulnak, és vannak riasztó jelek, nagy eladósodottság van, és nagyon magas hitelállomány Kínában.
Az elemzők éppen erre a kínai példára hivatkoznak, és a német gazdaságban egy kisebb lejtmenetre, a kettő együtt lehet egy óriási boom, hogyha együtt hatnak. Ez egészen biztos. Nyilván van összefüggés, tehát a németeknek egy fontos exportpiacuk Kína mindenféleképpen, és hát nagyon komoly versenytársa is kezd Kína válni sok tekintetben, tehát mindazokban az innovációkban, amelyek hát a 21. század jövőjét jelenti, Kína egyre erősebb, és egyre komolyabb versenytársa és kihívója a hagyományos technológiailag fejlett országoknak. Tehát gondoljunk arra, hogy simán elmentek a hold túloldalára, és hát a kínai gazdaság tényleg nagyon széles, tehát valóban az űrtechnológiáktól kezdve a faekig mindent megtalálunk benne, úgyhogy egy óriási piacot is jelent ezért. Nagy gondot jelentett az, hogy most egy kicsit úgymond kiürültek a nagy jegybankok, gyakorlatilag a 2007-es, 2008-as válság idején a kamat visszafogásával elég sok tartalékot lőttek be a világgazdaságba, és hogyha most megint gáz lenne, megint baj lenne a gazdasággal, nem lenne szinte mihez nyúlni? Hát az, hogy tartalékokat lőttek be, azokat is, de hát hogyha megnézzük, mondjuk, hogy az amerikai jegybank mit csinált, akkor ha régies kifejezést használnék, fejvesztve nyomtatta a pénzt. Tehát az úgynevezett QE1 és QE2, amit hát úgy hívnak, hogy mennyiségi könnyítés, hát a közgazdászok hatalmas eszköztárral rendelkeznek arra, hogy régi, megoldásokat, új nevekkel lássanak el, ez esztelen pénznyomtatás jelent. Tehát az amerikai forgalomban lévő pénzmennyiség több mint négyszeresére nőtt 2007-hez képest. Tehát ilyen gond nincsen, a mai gazdaságban nem kellenek tartalékok, pénzt lehet csinálni. Pillanatok alatt? Pillanatok alatt, persze. Hát régen legalább nyomtatni kellett, most már digitálisan bármennyi előállítható. Olvasom a hazai gazdasági életre ide térve és hazatérve, hogy az utolsó hónapban 890 milliárd forint értékű euró érkezett az országba, az Európai Unió, pontosan Brüsszel ennyit utalt át a számlánkra, és ez egy kicsit pozitívba vitte a mérleget az év végén. Ha ez a pénz nem lett volna, akkor igen, negatív lett volna az évvégi mérleg. Fontos az, hogy Brüsszellel továbbra is megtaláljuk ezt a pénzügyi kapcsolatot, mert enélkül szinte gondban vagyunk? Hát én azt gondolom, hogy igen, tehát hogyha most nem euróban, hanem forintban mondjuk, ez több mint 1400 milliárd forint, ami ebben az évben ugye az Európai Uniótól Magyarországra érkezett, és hogyha ezt összevetjük a kb. 32 ezer milliárdos GDP-nkkel, akkor ez 3,7% annak. Tehát ugye ez azért nem egy elhanyagolható tényező, és tetszik vagy nem, ez egy olyan, és ez persze sok vita van, hogy a magyar gazdasági növekedésnek a következménye, ez 3,7% externális növekedést jelent mindenféleképpen. Tehát ez pénz, akár is. Ez pénz, még hogyha gondot is okoz az, hogy néha, tehát ennél többet finanszírozott a magyar kormány uniós projektek számára, tehát előfinanszírozott, ha jól emlékszem, 1800 milliárdot, tehát egy kis költségvetési deficitet ebből csinált, de hát ez a pénz várhatóan bejön. Hogyha azt nézzük, hogy a gazdaság mitől dinamikus, mitől fejlődik, akkor maguk az építkezések, az uniós forrásból történő nagy beruházások, ezek lendítenek valamilyen szinten a gazdaságot? Hát most mondtam, 3,7%. Lehet vizsázni, meg dumálni, hogy ez nem, meg izé. Ez olyan külső pénz, amit Magyarországon költenek el, ez magyar munkahelyeket teremt, ez magyar szállítókat kíván. Tehát ez ennyivel növeli a GDP-t, és itt lehet varázsolni meg minden, hogy most nem is ennyivel, de hát a GDP számítás az egy viszonylag egyszerű dolog. Amit itt elköltenek és jövedelemmé válik, az növeli a GDP-t. 1480 milliárd forint, az 3,7% kész. Nézzük, mi a helyzet a multikkal. Ilyen és olyan jelzőt kapnak általában, egy biztos, hogy munkahelyet teremtenek a gazdasági mozgató rugói valamilyen szinten. Más kérdés az, hogy a megtermelt javakat kiviszik az országból, vagy sem, adóznak utáni helyben, vagy sem, illetve az államtól kapott támogatások nagysága reálisan visszajön-e valamilyen szinten, vagy sem. Mi a helyzet a multikkal?
Hát én azt gondolom, hogy ambivalens a helyzet, tehát nagyon ellentmondásos. Egyrészt a multiknál általában az emberek negatívan nyilatkoznak azokról a multikról, amelyek külföldiek és Magyarországon tevékenykednek, és nagyon büszkék azokra a multikra, amelyek magyarok és külföldön tevékenykednek. Tehát, hogyha megkérdezzük a MOL-ról vagy az OTP-ről egy szlováknak, szlovénnak vagy horvátnak a véleményét, hát mocskos multinak tartja, tetszik vagy nem ezeket a büszkeségeinket. Az, hogy kiviszik a jövedelmet, ugye ez is egy furcsa dolog, mert elfelejtjük, hogy idehoztak egy csomó jövedelmet, és hát ez a gondolat, ezt én sose értettem, hogy ez miért probléma, tudnilik, hogyha ezeknek a multiknak csak abban az országban lehetne a jövedelmet felhasználni, ahol ők ezt megtermelték, akkor miből beruháztak volna Magyarországon? Mi a helyzet a túlmunkatörvénnyel? Az elmúlt hetek, hónapok egyik nagy izgalmas témája volt. Sokan nem is értik, csak kapkodják a fejüket, hogy miről volt szó, hiszen meg annyi multinacionális cég jelezte, hogy ők nem kívánnak élni ezzel a túlmunka lehetőséggel. Kinek használ, vagy kinek árt ez a törvény? Hát ezt az autóipar találta ki, én azt gondolom, és ők kérték a kormányt arra, hogy a modell megújítás ciklusához igazítva 3 évenként számoljanak el a melósokkal. Tehát én azt gondolom, hogy még a termelő vállalatoknak is egy nagyon szűk része az, amelyik ezzel élni kíván. Hát én nem gondolom, hogy ez egy szerencsés megoldás. Tehát ezt jobban át kellett volna gondolni? Persze. Persze. Tehát én azt gondolom, hogy azért mindenben nem lehet ennyire kiszolgáltatni a magyar munkavállalókat, hogy a BMW, vagy a Mercedes, vagy az Audi füttyent egyet, akkor átírjuk a munkatörvénykönyvét. Ez azért nem gusztusos. Mennyire van ebbe egy kis kompenzáció Németország fele, hogy a politikai feszültség valamilyen szinten oldódjék? Hát azt nem tudom, tehát ettől politikusokat kellene megkérdezni, hát biztos van ilyen. Hát nyilván nekünk rendkívül nagy szükségünk van a német autóipari cégekre, hát gondoljunk a BMW új beruházásra Debrecenbe, és hát előbb beszéltünk a multikról. Hát azért ugye elég érdekes az, hogy ott az állam olyan támogatást ad, hogy 3 évig gyakorlatilag a béreket kifizeti az ott dolgozóknak. Érdekes, hogy ez a magyar kisvállalkozásokkal kapcsolatban nem merül fel, hogy 3 évig az alkalmazottak bérét fizessék. Professzor úr, milyen prognózist tud nekünk elmondani 2019 vonatkozásában? Gyakorlatilag milyen újdonságokat hozhat a pénzügy és gazdaság világában az új esztendő? Hát nem tudom, tehát egyik oldalról azt gondolom, hogy az Európai Unión belül nyilván az Egyesült Királyságnak a kérdése és kiválása, ez egy jelentős tényező lesz hosszabb távon. Ugye ők a harmadik legnagyobb befizető az uniós alapokba, ez azt jelenti, hogy nyilván a támogatási források is csökkennek ilyen szempontból a következő költségvetésbe, illetve hát már a következő évtől, mert már nem fognak befizetni. Illetve hát valami 35 milliárd font az, amiről még vita folyik. Tehát ez az Európai Uniót érinteni fogja. Én azt gondolom, hogy most fegyverszünet van a Trump és kínai kereskedelmi vitában, március végéig, ha jól tudom. Ha az újraéled, ennek komoly világgazdasági hatásai lehetnek, és hát ez bizony könnyedén a pénzügyi világot is nehéz helyzetbe sodorhatja. Magyarországon én azt gondolom, hogy kamatemelésre kényszerül a jegybank most már, követve a világ tendenciákat, ami hát egy másfajta gazdasági környezetet fog jelenteni, mind a lakosság, mind pedig hát a vállalkozások számára. Az emberek mire számíthatnak ebben az esztendőben, a saját pénztárcájukra gondolva? Hát én azt gondolom, hogy a jövedelmek nominálisan nőni fognak, ugye, tehát most olvasom ma, hogy a KSH jelentette, hogy 358 ezer forint, vagy mennyi, nem emlékszem pontosan, ugye az új átlagbér, hát ami azért én azt gondolom kis magyarázatra szorul, tehát ebbe a KSH számításban csak az 5 foglalkoztatottnál többet foglalkoztatók vannak benne, és hát az átlag az mindig egy kicsit zavaros, tehát hogyha és könnyen félreérthető, és hát elég furcsa fogalom, mert hogyha itt áll mellettem Jeff Bezos, a világ leggazdagabb embere 160 milliárd dollárral, a másik oldalamon meg itt áll mondjuk a Bill Gates 80 milliárd dollárral, akkor hármunknak 240 milliárd van, ami átlagosan 80 milliárd. Na most nekem ebből 80 milliárd hiányzik, ugye? Tehát ezek az átlag számítások, ezek eléggé viccesek ilyen szempontból.
összességében bizakodóak lehetünk? Én azt gondolom, hogy jövőre még igen. Hogy hosszabb távon mennyire, azt nem igazán látom. Tehát nagyon, nagyon bizonytalan a világ, és én úgy érzem, hogy számos tekintetben rossz irányba mennek a folyamatok, új ellenségeskedések alakulnak ki, amik sosem tesznek jót a gazdaságnak és a kereskedelemnek. Új edzővel folytatódnak a szivacs kézi edzések a Bói suliban. A népszerű sporták kislányok sokaságát vonza hétről hétre. Egy kis hangulatjelentés következik az egyik dolgos edzésükről. A Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Kézilabda Szövetség több éve dolgozik azon, hogy a lehető legtöbb magyar iskolában a mindennapos testnevelés délután kiváltható órái sorából választható legyen a szivacs kézilabdázás, melynek lényege elsősorban a játék, s hogy minél több gyermek pozitív élményt szerezzen, illetve sikert érjen át a kézilabdázás által. Ennek jegyében a Kozár Mislányi Sportegyesület kezdeményezésére 4 évvel ezelőtt indult útjára a Bói kislányok szivacs kézilabda oktatása. Mindehhez Kovács Enikő személyében kiváló kézilabda edző érkezett, akit időközben a szakmai munka irányítása terén Gulya Krisztina váltott. Korábbi eredményeik magukért beszélnek, a megyében és a régióban is szép sikerekkel büszkélkedhetnek. A szülők szívesen járatják edzésre a gyerekeket, mert hogy nem őket, játékosságra, fegyelemre és közösségi szellemre tanítja ez a csodás sportág, és persze egyre többen lesznek. A Kovács Enikőtől örököltem meg ezt a kis bói csoportot, szeptember előtti utolsó hét, tehát az iskola kezdés megelőző utolsó hétben már egy hetet táboroztunk itt a gyerekekkel. Ott délelőtt délután volt egy-egy kézlabda foglalkozás, közben mindig közös ebéd, és akkor köztek is csendes pihenő, kis játék, mindig hoztunk kis társas, tehát így ismerkedtünk meg az első héten, és akkor szépen szeptembertől elkezdtük a munkát heti 3 edzéssel, aztán azóta együtt dolgozunk. Nézzük a te kézilabdás pedigrédet, gyakorlatilag hol játszottál ez idáig, milyen sikereket éltél ebben a sportágban? Hát ez elég vegyes, én annó Pécsen kezdtem el kézilabdázni, hát azt meg nem mondom, talán 2002-ben, és amikor leérettségiztem, akkor elkerültem Szekszárdra, ott játszottam 9 évet, ott volt MB1, BMB1, és akkor utána igazoltam el Kecskemétre, ott 2 évet töltöttem. Ott is volt egy NB1-B-s év, meg utána egy NB1-es év, és akkor tavaly kerültem ide a Mislányhez, ugye a Tamást már régóta ismerem, megkeresett, én pedig szerettem volna így hazajönni a környékbe, úgyhogy nem volt gond, hamar meg tudtunk egyezni. Úgy tudom, jellemző kép, hogy a felső csapatban, az első társaságban játszó játékosok gyakorlatilag az utánpótlás területén vállalnak feladatot. Téged győzködni kellett, vagy egyből igen mondtam? Nem kellett, sőt, nekem ez félig meddig feltételem is volt, hogy dolgoztam már előtte is az utánpótlásban, de ilyen ennyire, hogy ennyire rám legyen rakva teljesen egy csapat, és egyedül irányítsam őket, így még nem volt, de nagyon örülök neki, hogy megkaptam őket. Hát még tanulom én is, de most már úgy gondolom, hogy egyre jobban kezdek belerázódni. Milyen feltételeket találtál itt Bóiban? Gyakorlatilag milyen létszámmal tudsz dolgozni? Hát most a létszámunk az 10 és 12 fő között mozog, illetve csütörtökön ugye a nagyobbaktól jönnek vissza hozzánk, akkor esetleg 14-en is, 5-en is vagyunk, olyankor szoktunk sokat játszani, mert akkor megfelelő a létszám. Az iskola az nagyon rendes, nagyon segítőkész, nagyon jó a kapcsolatom, úgy gondolom, az iskolával, illetve a szülőkkel is, tehát minden feltétel adott, felszerelések, a terem, úgyhogy minden rendben van. Mennyire szerethető sportág ennek a korosztálynak a kézilabda, gyakorlatilag mi fogja meg a kislányokat ebben a sportágban? Hát ez egy jó kérdés. Ezen én is sokat szoktam gondolkodni, hogy engem annó mi fogott meg benne, mert azért ez nem egy ilyen lánysport. Tehát hát itt sok gyereknek a nővére játszik, kézilabdázik itt-ott, akkor a családban van kézilabdás múlt, de én azt gondolom, hogy akik szeretik a gömbölyű labdát, azt könnyen meg lehet fogni, meg hát a közösség. Tehát itt azért osztálytársak sokan, úgyhogy húzzák egymást, és ez itt tök jó szerintem. Említettük már, hogy eleven a társaság, ez a sporthoz kell is virgoncnak lenni, és hát kell hozzá a fizikális erőlét is. Adott ebben a korosztályban? Hát itt még azért azt gondolom, hogy az ő korosztályukban még nem beszélünk
nagy erőléti dolgokról, mert azért itt még inkább a labdát. Tehát szeressék meg egyrészt a sportot, másrészt a labdával legyenek biztonságosan, tehát szeressék kezelni a labdát. Emellett megviszi őket a lendület. Igen. Ugye? Egyébként ők egy jó masszív korosztály, tehát méretben azért elég jók az adottságok. Fizikálisan nincs gond, tehát azt gondolom, hogy ezt meg lehet építeni, úgyhogy kell rájuk sok izmot rakni majd itt az elkövetkezendő években. Aztán reméljük, hogy egy-ketten majd sokra viszik. Petra, bal kéz, Petra! Pár hónap után, hogy belekóstoltál így az edzések hangulatába, láttad az ő teljesítményüket, le lehet mérni, hogy valakiben benne van a talentum, vagy ez később alakul csak ki? Hát szerintem ez még korai. Tehát ahogy mondtam, hogy én is sokkal később kezdtem, tehát ők itt már valaki 7-8 évesek, valaki már 2 éve játszik. Én annó 12 éves koromban kezdtem el, és azt nem mondom, hogy a legtöbbre vittem, de azért stabilan ott az élvonalban is játszottam, és most egy kicsit lejjebb is. Én azt gondolom, hogy ez náluk még bőven kialakulóban van. Tehát itt még nem kell feltétlen bárkiről eldönteni, hogy lesz belőle valami, vagy nem. Milyen tematikája van az edzéseknek, ezt a korosztályt mennyiben tudjátok versenyeztetni, avagy teljesen más felépítése van most még a foglalkozásoknak? Hát most már elkezdődtek náluk a versenyek, de az fontos, hogy náluk ebben a korosztályban még nem számolják az eredményt. Tehát az ő korosztályukban itt az U8, U9 és most már még az U10-ben sem. Tehát elmegyünk minitornákra, ahol egymással játszanak, megmérkőznek más területek, más régiók csapataival, ami tök jó, mert megismernek más csapatokat. Viszont nem számolják konkrétan az eredményt, tehát nincs eredményjelző, ezáltal nincs eredménykényszer. Nyilván a gyerekek szokták számolni magukban, ki hány gólt lő, mi az eredmény, a szülők szokták írni a lehetőn, de ezzel nincs is gond, de nincs semmi jelentőség. Tehát elmegyünk egy nagyobb kupára, ott általában mindenki kap ajándékot, pont azért, hogy szeressék meg ezt a sportágat, és foglalkozzanak vele sokáig, tehát nem az a lényeg még, hogy most kikaptak 3 góllal, vagy akár nyertek 2-vel, ez majd még ráír a későbbiekben. Úgy tartják, hogy nagyon sok minden múlik a szülőkön, hogy a gyermekből sportoló lesz, zenész lesz, hogy egyáltalán az élet mely területére integrálódik. Mennyire segítik a te munkádat maguk a szülők? Hát szerintem itt nagyon jó közösség van, mind a gyerekek, mind a szülők által. Én úgy látom, hogy egy elég összefogó közösség is. Én nagyon sok segítséget kapok a szülőktől, és bármikor, bármilyen kérésem van feléjük, vagy segítséget kérek éppen, akkor nagyon nyitottak ebbe, és igazából nem is kell kérnem, tehát maguktól felajánlják. Úgyhogy ez látszik a gyerekeken is, hogy ők is amit hoznak otthonról. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt egy nagyon jó szülői közösség is van a háttérben. Hova futhat ki gyakorlatilag ez az utánpótlás nevelés? Cél-e az, hogy előbb-utóbb 2-3, esetleg még több játékos beépüljön hosszú távon a Kozár Michelinbe? Persze. Én nagyon szeretném. Én egyébként nagyon büszke lennék rá, hogyha egyszer egy olyan gyereket látnék a felnőtt csapat kereteiben később, amikor én már valószínűleg nem játszok, akik mondjuk az én kezem alatt is megfordultak. Én nagyon szeretném, és egyébként a Michelinnek ez koncepciója is, hogy az utánpótlás korosztályú gyerekeket szeretné folyamatosan beépíteni. Most nálunk a felnőttbe is több helyi nevelésű fiatal, 4-5-en is fönnedzenek a felnőttbe, és van köztük olyan, aki már rendszeres szerepet is kap a felnőtt meccseken. Tehát én azt gondolom, hogy itt mindenképp cél ez, és egyébként ez egy tök jó példa a gyerekeknek. Hogy kell elképzelnünk itt egy mérkőzés, gyakorlatilag hányan vannak a pályán, és mi történik, és te igazából? Hát, rohanás ide-oda. Attól függ, tehát ugye ők a saját korosztályuk az U9, ugye ők 2010-es születésiek, majdnem mindenki. Az ő korosztályukból még kisebb pályán játszunk, és ott 3+1-be vannak fönn a pályán, és folyamatos sorcserét kell alkalmazni, tehát megvannak erre is a szabályok. Illetve ők indulnak az egyen nagyobb korosztályba, az U10-be is, ahol ugye még kicsit meg vannak illetődve sokszor, de ott már 5+1-be vagyunk fönt, és egy kicsit nagyobb pályán. Azt még szokjuk, de most már azt gondolom, hogy ott is, hát jövőre ott kell majd helytállni már. Téged mennyire inspirál ez a dolog? Mennyire jött be ez az utánpótlás edzősdi? Hát én nagyon szeretem. Én szeretnék ezzel később is, tehát hosszú távon, majd amikor már az aktív pályafutásomat befejezem, akkor is mindenképp szeretnék itt az utánpótlásba tevékenykedni, remélhetőleg itt.
Én nagyon szeretem, tökre feltöltenek a gyerekek. Tehát amikor innen megyek edzésre, akkor teljesen más, hogy egyrészt nyilván leszívnak, amikor elevenek, másrészt viszont egy olyan plusz löketet tudnak adni meg, amikor felnéznek rád, és megtapsolnak, és mondják, és hogy kim voltak a meccsen, és látták, ez mindig egy ilyen plusz motiváció. A Bolyi gyerekek felvételünk tanulsága szerint is imádják ezt a sportágat, jó edzővel, megfelelő pedagógiai módszerekkel pedig hosszú távra a sporthoz lehet kötni őket, így hát joggal bízhatunk benne, hogy a jövőben is él majd a sportág a kisvárosban, és erre épp ezek a gyerekek lehetnek a garancia. A következő percekben kineziológus szakértőnkkel, a narcisztikus és a szervilis embertípusokkal ismerkedünk meg. Az emberi viselkedéssel fogunk foglalkozni a következő percekben. Korunk népbetegségének tartják a szervilizmust, azt az embertípust, amely próbál meghunyászkodni, beolvadni egy társadalmi közegbe, megfelelni a mindennapokba, és ennek érdekében saját személyiségét háttérbe szorítja. Ezzel szemben ott vannak a narcisztikusok, akik pedig az egójuknál fogva szinte mindent visznek. Erről beszélgetek kineziológusunkkal, Várhegyné Fejfej Judittal. Szervusz, Judit! Szép estét kívánok, sziasztok! Azt hiszem, a téma nagyon kemény és rázós, de mindennapokat tükröző. Mondjuk azt, hogy normális viselkedés, normális embertípus, és egyből feltűnik az, ha valaki ettől egy kicsit erre vagy arra eltér. Mi az arány? Vannak ilyen százalékos arányok, amit ki lehet mutatni a társadalomban? Nagyon nehéz megmondani. Azt gondolom azért, hogyha most így ezeket a címkéket használjuk ilyen nyíltan, abban reménykedem is, úgy vélem, hogy a narcisztikus személyekből lesz a kevesebb, akárhogy is nézzük. Főleg az áldozattípusok, a kicsit visszafogottabbak, akik jobban próbálnak alkalmazkodni, azokból lesz szerintem a több. Legalábbis én úgy tapasztalom az én életemben. Mind a narcizmus, mind pedig a szervilizmust személyiségzavarnak is nevezhetjük a maguk módján? Ugye a személyiségzavar az már egy olyan címkének használjuk, ami már akár egy ilyen betegség fogalmát is kimeríthetné, és nyilván mindig vannak azok a szélsőségek, ahol ez elérhető. Én azt gondolom, hogy mindenképpen egy valamilyen az egyensúlytól egy nagyon-nagyon komoly eltérés, amivel érdemes foglalkozni, főleg úgy, hogyha negatívan befolyásolja az életünket. Na nézzük, hogy egyik vagy másik típus hogy alakul ki. Senki nem születik narcisztikusnak, és senki nem születik a társadalma beolvadónak és úgy kicsit gyengének, aki próbál megfelelni a mindennapokban. Otthoni, családi indítatásból alakul ez ki, vagy mondhatjuk, hogy egy nagyobb közegben, akár munkahelyen, óvodában, iskolában is rá lehet erre pakolni? Ugye ma már a könyvekből minden jó elolvasható és megtanulható, hogy mi, hogy alakul ki. Nekem a személyes tapasztalatom az a hétköznapi életben, hogy általában nevelésből alakulnak ki ezek a dolgok, nevelési hibákból alakulnak ki, és legfőképpen kompenzációs folyamatokból, amikor a gyerek nem kap megfelelő támpontot arra, hogy hogyan is viselkedjen bizonyos helyzetekben. Ebből alakul ki aztán, hogy valaki elnyomottabbá, kompenzáltabb viselkedésűvé válik, és hogy abból majd mi lesz, az azért szerintem nagyban függ attól, hogy ki milyen habitussal születik, milyen lelkialkattal születik, hogy él túl egy-egy belső konfliktus. Tehát, hogy szerintem nagyon összetett ez a dolog. Önbizalom hiány talán lehet táptalaja mind a kettő embertípusnak, hiszen hogyha azt nézem, hogy egy szervilis ember önbizalom hiányba szenved, és ezzel próbál valamilyen szinten előnyökhöz, vagy legalábbis kompenzációhoz jutni, hogy közelebb kerül, teszem azt a főnökéhez, vagy egy óvodai csoportba, vagy egy iskolai osztályba, a közösséghez, a többséghez, akkor a szervilizmus valahonnan innen táplálkozik. Ennek ellenkezője pedig a narcizmus, amikor az önbizalom hiányt akár kompenzálja valaki egy ilyen narcisztikus fellépéssel, egy ilyen erőszakos megjelenéssel. Amíg így konkrétan nem használtuk ennyire sűrűn ezeket a definíciókat, én saját magamban is úgy hívtam ezt a fajta személyiséget, hogy voltak az elnyomott típusú emberek és az elnyomók. És hogy itt, ha például az elnyomókról beszélünk, tehát hogy ha valaki egy olyan lelki attitűddel születik, hogy ambiciózusabb, bátrabb, vakmerőbb, tehát hogy meri használni azt, ami az ő emberi képességeiben megismert tulajdonság,
akkor ott azt, hogyha megbomlik az egyensúly, akár egy önbizalom hiány is, valami túlkompenzálás elindul, akkor abból át tud alakulni narcisztikus, azaz elnyomó személyiségé, hiszen tulajdonképpen mindent be szeretne darálni, mindennel biztosítani szeretné azt a pozíciót, amit meg szeretne élni. Leginkább azt gondolom, hogy az emberek fő mozgatórugója, hogy a szerethetőséget szeretnék megélni, ugyanettől szenvednek az elnyomottak is, akik bármit megtennének azért, hogy megérezzék azt, hogy szükségük van rá, hogy fontosak, hogy tudnak kapcsolódni, hogy figyelnek rájuk, hogy ők is kaphatnak valamit az emberektől. Most azért ez, ha mögé nézünk, el tudjuk képzelni azt, hogy ott valahol kisgyerekkorban valaminek nagyon kell ehhez hiányozni. Hatalmi játékok ezek a maguk módján, akármer egy óvodai csoportba is, ahol kialakul egy klikk, aki úgymond uralkodik a többi fölött, és gyakorlatilag elnyomja folyamatosan, és akár az óvónő nem is veszi észre, vagy egy iskolában, egy osztályban nem lehet érzékelni azt, hogy mi történik a szünetekben, gyakorlatilag egy, kettő, három domináns, akár egy narcisztikus vezető is, így rá telepedhet szinte az egész osztályra. Egy picit menjünk vissza minden mögé, jó? Tehát, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy van egy olyan kisfiú vagy kislány, aki egy erőteljesebb személyiséget képvisel, kilóg a sorból. Már rögtön kapja a címkéket, hogy ő hiperaktív, ő sok, ő neki másképpen kéne viselkedni, beilleszkedési zavara van, stb. Tehát eleve úgy gondolom, hogy maga a rendszer sem fogadja el azt, hogyha valamilyen szélsőség megjelenik. Így hát ezeknek a gyerekeknek nem a különlegességük, nem ez a vezető képességük. Szoktam úgy fogalmazni, hogy olyanok ezek a gyerekek, mint önmaguk vezetője lenne, tehát alig lehet nekik megmondani, hogy merre felé menjenek, és hogyha ez értő kezekbe tud kerülni, akkor annyira szépen lehet őket formálni, segíteni abban, hogy ne törjenek, zúzzanak maguk körül. Na most mi történik? Elkezdik őket valamilyen módon lefelé nyomni, címkézik őket, ilyen vagy, olyan vagy, nem vagy megfelelő, csöndbe kéne lenned, nem tudsz alkalmazkodni, ettől elbizonytalanodik, mert ő ezt nem érzi. Például, ugye 100 millió példa lehet, de mondjuk legyen ez az egyik. Elbizonytalanodik, kialakul egy önbizalomhiány. Ő érzi azt, hogy meg tudja mutatni, meg szeretné mutatni, azt mondja, hogy az akkor érzi jól magát, ha mindenki ráfigyel, és mit üzennek neki, nem akarunk rád figyelni, mert sok vagy. Tehát akkora ambivalencia kerül be az ő kis fejlődésében, hogy teljesen felborul tőle. És ezt ő valahogy el fogja kezdeni kompenzálni. Úgy egyedül, hogy nem fog rá megfelelő visszajelzéseket kapni. Például ezt egy abszolút jó iránynak látom negatív értelemben, hogy kialakuljon belőle egy ilyen narcisztikus tulajdonság. És ugyanez az elnyomottaknál is megjelenik, hogyha azt látom, hogy félénkebb, azt látom, hogy elnyomhatóbb. Hányszor van az, hogy ezt kihasználják? Hányszor van az, hogy őt meg lehet kérni arra, hogy megcsinálja ezt, vagy azt, vagy amazt? És akkor megkérdezzük a kisgyereket, hogy amúgy te ezt meg szeretnéd csinálni? Hát, amúgy szívesebben csinálnék más, de ezt várják el tőlem. Egyszerű, nüansznyi dolgokból indulnak el ezek a fajta kompenzáló folyamatok. Nézzük, hogy ki hogy érzi magát a bőrében. Én biztos vagyok benne, az általad említett elnyomottak ebből a helyzetből ki szeretnének lépni, oldani szeretnék, mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez ne így legyen. Míg egy narcisztikus, akár vezető, akár embertípus pedig élvezi és sütkérezik ebben a helyzetben, hogy mindenki gyakorlatilag alatta van, és hát minden fölött áll, és amit ő mond, az megkérdőjelezhetetlen. Hát én másképp vélekedek erről, én úgy gondolom, hogy egyik fél sem érzi ebbe jól magát, és egyik fél sem tesz igazán semmilyen nagyobb erőfeszítést, hogy ők kikerüljenek ebből. Sajnos itt kezdődnek a problémák. Mondjunk itt okokozatot? Miért is nem? Hát ez lehet azért is, mert például az elnyomott személynek fogalma nincs, hogy hogy állná meg egyedül a helyét, tehát hogyha már mondjuk felnőtt családban van. Tehát bizonytalan. Bizonytalan, pontosan így van, fél attól, hogy más sem fogja szeretni, vagy ezt egy kapcsolódási mintának gondolja, és az a helyzet, hogy már gyerekként sem próbálnak ebből kitörni, hiszen hogyha mondjuk ellent mondana a szüleinek ez a gyerek, hogy nem akarja megcsinálni, vagy számára fontos személyeknek, akkor amiatt meg lehet, hogy lelkiismeretfurdalása van. Tehát ezeket a dolgokat gyerekkorba kéne megtanulnunk azt, hogy hogyan is tegyük ezt rendbe, de ott nem tudjuk megtanulni, mert valószínűleg senki nem látja, hogy zsákutcába vagyunk.
Nézzük a viselkedési mintát. Mondjuk egy munkahely vonatkozásában van egy dinamikus vezető, körül zsongják a szervér is beosztottak, gyakorlatilag van, amelyik már bemegy a munkahelyére, már ott zizeg a főnök körül, sustorog, információkat oszt meg, hogy ezáltal is nélkülözhetetlennek tűnjék. És hát van a normális viselkedés, aki teszi a dolgát és próbálja a mindennapokban azt a kommunikációt fenntartani, mondjuk egy vezetővel, amit fenn kell tartani, de nem viszi túlzásba. Hogyha pedig az önálló gondolatok megjelenését nézzük, a szervilis típusú ritkán hoz elő önálló gondolatokat, mert hogy nem, úgyis a főnök legnagyobb igaza, így hát bele sem vág ennek az elmondásában. Hát a kicsi gyerekkorunktól tudnánk, hogy mik is ezek a viselkedések, és mik tartoznak ezek alá, akkor azt mondanám, hogy ha valaki fölismeri, hogy van egy narcisztikus vezetője, akkor jár jobban, akkor ússza meg olcsóbban, hogyha csendben van, és mindent megtesz. Mert ugye egy narcisztikus vezetőnek nem nagyon kellene ellent mondani. És hogy amúgy meg nagyon-nagyon fontos az, hogy tehát a vezető pozícióban, tehát a vezető tulajdonságokat nagyon gyakran keverik össze a narcisztikus tulajdonságokkal, pedig ez nem összekeverendő. És akkor itt hadd hozzam be, hogy egy jó vezető, aki kellőképpen tudja a határait, annak azt gondolom, hogy lehet vinni ezeket a dolgokat, lehet hozzá ilyen módon csöndbe maradva az utat keresni, de egy jó vezető ezeket a dolgokat figyelmen kívül fogja hagyni, ezeket a puncsolásokat vagy talpnyalásokat. Átlátja a rendszer? Átlátja a rendszert, így van, és pontosan azt fogja értékelni, amikor valóban történik valami, amikor ezek a gesztusok mondjuk az emberért történnek meg. Persze hozzáteszem azt, hogy mondjuk ez a világ, amiben most élünk, ez borzasztóan hajlamosít arra, hogy ezek a szélsőséges tulajdonságok, mint az elnyomók és elnyomottak jelensége, ez abszolút meg tudjon jelenni. Ugye, ma miről szól? Persze az én munkám is valahol ilyen, hogy figyeljünk önmagunkra. Persze nem mindegy, hogy milyen módon. Hogy ezt egy egoista módon teszem, vagy úgy teszem, hogy megpróbálok úgy talpra állni, hogy nem teszem tönkre a környezetemet, és ami a legfontosabb, nem teszem tönkre magamat. De amikor ez nem így történik, hanem azt mondom, hogy igenis én itt vagyok, és mindenki ezt vegye tudomásul, hogy nem tudom, engem szeretni kell, vagy engem szolgálni kell, vagy velem jóba kell lenni, az már egy negatív irány. Munkád során, praxisod során mely típusból találkozol többen? Hát az a helyzet, hogy narcisztikus személyekkel, akik kimondottan narcisztikus személyiségzavarral küzdenek, nagyon ritkán találkoztam. Találkoztam már, de ritkán. Nem is tudnak megmaradni terápiában, tehát az, hogy fölismerjék azt, hogy ő nekik változtatásra van szükségük, az egy, ha már felnőtt személyekről beszélünk, nagyon-nagyon nehéz, mert általában ők azt sugallják, hogy a környezetüknek kell megváltozni ahhoz, hogy minden rendben legyen. Így hát ez egy nagyon nagy csapda különben, mert hogy valószínűleg a környezetüknek is változnia kellene, hogy ebből az elnyomott szerepből föl tudjon épülni, de nyilván neki is nagyon nagyot kéne változni. Tehát így egyértelműen, hogy én az elnyomottak táborával találkozom sokkal gyakrabban, és hála Istennek azért egyre gyakrabban ismerik föl, és próbálnak tenni ez ellen. És hogyha nem, talán nem annyira szélsőséges az eltolódás mondjuk egy családon belül, vagy akár egy munkahelyen belül, akkor azért ezekért a dolgokért lehet is tenni. Judit, köszönjük ezeket a gondolatokat. Köszönöm. Közéleti magazinunk ezzel véget ért. Megköszönöm figyelmüket, szép estét valamennyiüknek!